Tavaszköszöntő Pacsi partira, családi napra várták az érdeklődőket a Pacsi Kutya Menhely Alapítvány telephelyén április 22-én. Az esemény fő célja volt, hogy az adománygyűjtésből befolyt teljes összegből a Pacsi Kutya Menhelyen lévő kutyák gondozását tudják finanszírozni. Az adománygyűjtésen túl pedig egésznapos programokat kínáltak a látogatóknak. Az elsődleges célunk az a kutyáknak volt egyébként az adománygyűjtés. Szerettünk volna egy olyan keretet adni neki, ami ugye nem egy ilyen hagyományos adománygyűjtő esemény, hanem akkor legyen mellette egy kis programsorozat. Nemrég Vali felkért, hogy legyek a Menhelynek az önkéntes rendezvényszervezője, úgyhogy igazából ez így az első ilyen nagyobb szabású rendezvénye a Menhelynek. Egy kicsit szerettük volna megmozgatni a böszörményi embereket, családokat, úgy próbáltuk, hogy egy gyermekes család, ha kijön, találjon programot, apuka tudja vinni a munkavonuló kutyákat sétálni, anyukának is voltak elfoglaltságok, illetve még lesznek Kati Klárival egy edzés, a gyerekeknek volt alkotósarok, meseolvasás, papírszínház, hagyományőrző csapat is volt kint, illetve fotóparavánnal, fotófallal is készültünk, hogy tényleg mindenki találjon a számításának megfelelőt, és szőpásár, illetve süteményvásár is az egész nap folyamán kísért minket, és ugye a befolyt összeg az mind a Menhely kutyáinak ment. Mit tapasztaltatok eddig, mennyire voltak segítőkészek az emberek, mennyire érdekelték őket a programok? Nagyon meglepődtünk egyébként, mert nagyon sokan kijöttek. Szerintem ennyi emberre most nem is számítottunk, hogy jönnek. Tényleg nagyon sok kis család, nagyobb család, kisgyerek, nagygyerek sokan jöttek. Az adománygyűjtő kasszánkban még nem néztünk bele, de bízunk benne, hogy minél több összegyűlt a kutyáknak. Ha a fogyasztást nézzük, akkor nagyjából ki is fosztották a süteményes standot. Úgyhogy szerintem így, mint induló első rendezvény, én elégedett vagyok vele, de lesz ez még jobb is. No, de ugyebár ennek a mai napnak van egy fontos célja is. Így van. Az is célunk volt, hogy minél több emberhez eljusson a Menhelynek a híre és maga a Menhelynek az ismerete, hiszen szembesültem olyannal, aki nem is tudta, hogy itt létezik, mint Pacsi Kutya Menhely, és szerettük volna, hogyha megismerik az emberek, hogy itt vannak kiskutyák, ki lehet jönni, minden szombaton várjuk szeretettel, akik szeretnének sétáltatni, illetve hogy egy kicsit bevonódjanak a Menhely életébe, az állatvédelem életébe is. Szerettük volna bemutatni és megmozgatni a böszörményeket, hogy gyertek és nézzétek meg a kutyákat, sétáltassatok, és minden szombaton várjuk őket szeretettel sétáltatni. Ahhoz, hogy a Menhelyen minden problémamentesen működjön, többen is segítenek a napi feladatok elvégzésében. Gyenes Rita Viktória fél éve segíti a Menhely mindennapjait, koordinátorként, valamint ebrendészként. Hát én fél évvel ezelőtt kerültem ide, azóta itt dolgozom, mint Menhely koordinátor ebrendész. És miért is tartottad fontosnak, hogy te csatlakozzál ez a kis csapathoz? Hát egyrészt nagyon szeretem a kutyákat, az állatokat, másrészt ez egy nagyon-nagyon szép színvonalas Menhely, és én nagyon szerettem volna itt dolgozni. A lehetőség adódott, hogy jöhetek, és ezáltal kerültem így ide. Ugyebár Menhely kutyákkal, mi a jellemző, otthon te tartasz kutyát? Igen, nekem most jelenleg csak 2 kutyám van, mert sokat dolgozom, 2 gyerekkel vagyok. De amúgy volt, hogy 30 ideiglenes kutyát tartottam. Tehát igen, mindig is volt kutyám, mindig voltak állataim, jelenleg most 2 van. És ha már Menhelyi kutyáknál tartunk egyébként, mi a jellemző, mikor szoktatok kijönni? Ki szoktak-e jönni veled, a családot, a gyerekek esetleg? Igen, hogyha úgy adódik, hogy szünet van, akkor mindig itt vannak velem. Amikor csak tehetem, itt vannak, jönnek. Nagyon szeretik ők is az állatokat, a kutyákat. Ők is a kiskutyákat sétáltatják, simogatják őket, besegítenek. A családi napon több programmal is készültek a szervezők, köztük kézműves foglalkozással is kedveskedtek a kicsiknek és a nagyoknak. Hát ma minden a kutyáról szól. Kutyát színezhetnek, ragaszthatnak, vághatnak a gyerekek, illetve arcot is festettem, tappancsmintákat is, és kiskutyusokat is, de természetesen ki mit szeretett volna, azt festettem az arcára vagy a kezére. Hogyha már kutyáknál és kutyatartásnál tartunk, nálatok a családban mennyire jellemző, hogy van kutya? Hát én nem olyan helyzetben vagyok, hogy nálunk lehessen kutya, de a kisebbik fiaméknak van, ő tacskópárt, itt nekik tacskójuk van, és a kisunokám nagyon szereti a kutyákat. Na és mi a helyzet egyébként? Ugye Pacsi Kutya Menhely egy program. Szoktatok-e kijárni ide esetleg? Szoktatok-e itt kutyákat sétáltatni a hétvége folyamán? Hát
igazából az időm nem nagyon engedi, rám nem jellemző, elég sokat dolgozom, és nincs rá időm, de a gyerekek nagyon szeretik a kutyákat a családban. Három unokánk van, és mind a hárman nagyon kutyabarátok. Katonáné Németi Máta gyerekeivel együtt érkezett a rendezvényre, akikkel együtt néhány menhelyi kutyát is sétáltattak. Egyrészt a gyerekek szerettek volna állatok között lenni, és állatot, kutyát sétáltatni, másrészt szeretnénk majd előbb-utóbb kutyát örökbe fogadni. Na és van olyan kutya, ami már tetszett esetleg itt a nap folyamán? Igen, több is akadt, amelyik szimpatikus volt nekünk, aztán majd nyilván elválik, hogy melyik tetszik nekünk. Na és kutyasétáltatást sétáltattatok itt kutyát a mai napon? Igen, négyet is sétáltattunk, úgyhogy a gyerekek nagyon élvezték. Ha már gyerekek, ők mennyire szeretik az állatokat, mennyire tartjátok fontosnak, hogy a gyerekek között állatok is legyenek? Mi nagyon kutya-macska barát család vagyunk, úgyhogy mi fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek állatok között nőjenek föl. Na de itt vagytok a mai napon. Milyen foglalkozás, milyen programon vettetek részt? Igazán eddig még csak kutyát sétáltatunk, és most ültünk le ilyen kézműves foglalkozásra a gyerekekkel. A kisebbik most ilyen gipszfigurát festett, a nagyobb könyvelzőt készített, úgyhogy tartalmasan töltöttük a mai napot. A programok mellett, akik kedvet éreztek, közösen edzhettek Erdős Kati Klárival. A gyerekekkel egy kis tabata edzést csináltunk, ami azt jelenti, hogy 20 másodpercet dolgozunk, 10 másodpercet pihenünk, és ezt 8 körön keresztül. Ez nagyon jó, hiszen állóképességet és erőlétet fejleszt, ugyanúgy, mint felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Na de egyben már a hangsúly a kutyákon van. Látok, mennyire jellemző a kutyatartás? Hát szerintem úgy, mint ahogy az emberek, az állatok is megérdemlik a figyelmet, hiszen ők is érző lények. Úgyhogy igen, nekünk is van egy nagy kutyusunk otthon, egy malinói juhász, úgyhogy igyekszünk a gyerekeket arra nevelni, hogy megfelelő figyelmet fordítsanak az állatokra is, hiszen általuk megtanulható a törődés, a figyelem és a szeretetnek is bármilyen formája. Ugye Belpacsi kutyamehely, mennyire jellemző, hogy kiszoktatok esetleg látogatni ide? Tudom, most jön a jó öreg kifogás, hogy nincs időnk rá. Megmondom őszintén, nem sokszor jutunk el ide a Pacsi kutya menhelyre, de ha bármilyen segítségre szükségük van, akkor rögtön rendelkezésre állunk. Illetve bátyámnak, Bélának a Kátler edzőterem láncon belül a fiúk, viszont ők nagyon rendszeres részvevők a testépítők. Itt ők szinte heti, két heti rendszeressége járnak ki hétvégén sétáltatni a kutyusokat. A programra Kati Béla testépítő is kilátogatott, akinek testvére hívta fel a figyelmét a rendezvényre. A húgom hívta fel rá a figyelmet erre az eseményre, hogy itt most ez egy kiemelt nap a Pacsi állatmenhelyen, hogy itt jöjjek mindenféleképpen sétáltatni, mert tudja, hogy kutyabarátok vagyunk. A Kátler Gymen keresztül nagyon sokszor csinálunk gyűjtést, aminek a motorja nem én vagyok amúgy, hanem Bors Kornél, meg egyébként a pesti Lúrban lévő edzőtermünk is állatbarátterem, mi vagyunk talán Pestre úgymond a úttörői ennek, hogy kutyával is lehet jönni edzeni, és hozzá bejöhetnek kutyás vendégek is, természetesen betartva a megfelelő szabályokat, és húgom úgy érezte, hogy itt muszáj itt lennem, és ezért itt vagyok. Egyébként a hétköznapokban mennyire jellemző, mennyire tartotok kutyát a családban? Mindenki tart a családban kutyát, kivéve én. A országos elfoglaltságom miatt, ugye az edzőterem állózata miatt rengeteg utazást, és hát felelősség teljesen úgy kutyát nem lehet tartani, hogy az ember nincs otthon. De egyébként a környezetemben teljesen jellemző, meg nem csak kutya, hanem cica barátság is jellemző. A legjobb barátom Bors Kornél, például ő rengeteget gyűjt cica és kutya, mert neki ez az élet értelme, hogy segítsen.